Már elmúlt hetek időjárási csúcsokat döntögető kánikulája nehéz helyzetet teremtett a téglagyári tavon is. A Nagykun Horgász Egyesület kezelésében lévő népszerű horgászvíz nagy problémája, hogy a víz utánpótlását nem élő folyóvízzel, hanem átemeléssel oldják meg. Ezzel lecsökken a vízforgatás és a hőmérséklet csökkentés lehetősége is. Nagy meleg idején tehát igencsak oda kell figyelni, a horgászok azonban most is résen voltak. Az elmúlt 3 hét magas hőmérséklete nagyban befolyásolta a mi életünket is, meg hát ugye a halaknak a viselkedését egyértelmű. Azt tudni kell, hogy a Nagykun Horgász Egyesület tavainak a állapota az minden friss folyóvíz nélküli töltést tudunk csak biztosítani. Nincs lehetőségünk arra, hogy akár milyen tisztább folyóból tudjuk az utánpótlást megoldani. Ezért is ez a magas hőmérséklet és folyamatos magas hőmérséklet igencsak megkeserítette az életünket, és megpróbáltuk a halállományunkat megvédeni. De hát elég nagy keserves munkával, ami azt jelenti, hogy mindennapos odafigyelése és mindennapos harccal küzdöttünk az ellen, hogy a halak nehogy károsodást szenvedjenek. Az elmúlt 3 hét folyamatos munkavégzése a tógazdákra olyan feltételt szabott, ami a víz minőségének, a hőmérsékletének, az oxigéntartalomnak, a pH víz minőségének a mérése, és ennek a levegőztetése a halaknak az oxigén ellátását biztosítsa minden körülmények között. A rendszeres mérések mellett az Egyesület mérsékelt anyagi lehetőségéből kellett megoldani a vízforgatást is. A megoldások tárházából próbáltunk volna olyan dolgokat bevezetni, amivel ezt az állóvizet meg tudjuk oldani olyan formába, hogy ne kelljen külső segítséget, anyagi segítséget igénybe venni. Ugyanis tudott jól, hogy a vízátemelés a vízügy részéről vagy a víztársulat részéről igen nagy költségekkel jár. Ezért próbáltuk volna saját magunk megoldani azt a problémát, hogy ne kelljen ilyen külső segítséget igénybe venni, ami költségkímélő. A vízkészletet biztosító bányatavak felé vezetéket fektettek le, és rövidesen megindult a szivattyúzás. Áttelepítettünk itt a tó végére egy olyan nagy teljesítményű szivattyút, ami percenként 1200-1500 liter vizet tud át emelni a mellette lévő kis tavakból, ami régen bányató volt, és a talajvíz tulajdonképpen utánpótlást biztosít nekünk, és friss vizet biztosít ahhoz, hogy jó minőségű vízzel tudjuk átemelni. A téglagyári tónak a gátját átfúrtuk olyan szintbe, ahogy a víz szintje engedélyezte, és azon keresztül egy nagy teljesítményű szivattyúval, igaz, hogy 40 méteres szívó résszel tudtuk megoldani, de ezt mindenképpen meg kellett lépnünk. Tudjuk biztosítani a tónak a párolgását, a szivárgását és a víznek a elfolyását. Az odafigyelésnek és a napokon át éjszaka is tartó munkának köszönhetően a halállomány nem szenvedett károkat. Az állomány örülőnek nem szenvedett semmilyen veszteséget. Igaz, hogy jelzések voltak a reggeli időszakban, amikor az éjszakai órában sajnos oxigén hiányos volt a tó, tehát nem termeltek a növények oxigén, és reggelre igencsak szükségük volt a külső levegő pipálására, de csak a kisebb állományú halak, mint a kárászok vagy a keszegek, ezek jelenkeztek a tó felszínén, akik oxigénhez akartak jutni. A minőségű állományunk, úgy a pontyok, a süllők, a csukák, a folyami halcsák, hál' Istennek nem jöttek fel, mivel minden nap reggel és az este órában megpróbáltuk a víz forgatását megoldani, ezt viszont motorcsónaknak a propellerével próbáltuk a víz kavarását, oxigén töltöttségét megoldani, tehát a reggel órában is, az esti órában is egy olyan nagy mennyiségű vizet tudtunk megforgatni, amivel tudtuk biztosítani az oxigén utánpótlást, ami éjszaka tulajdonképpen nem termelődött. Mellette próbálkoztunk még olyan megoldásokkal is, hogy vízágyúzás és
kevés oxigén bevitele a víz alá, mélységébe, 1,5 méter mélységben. Hát többé-kevésbé tudtuk megoldani, kisebb költséggel, mert arra sajnos nem volt lehetőségünk, hogy nagy költséget fordítsunk erre, de megoldottuk kisebb nyomású szivattyúkkal, meg kisebb nyomású levegőztetővel, tehát vízágyúval és oxigén bevitellel, hogy a halaknak az életfeltételét tudjuk biztosítani. A telepítések egyébként egész évben folyamatosak. Ebben az évben kétszer volt telepítés már a téglagyári tavon, egy alkalommal kisebb mennyiségű, a másik alkalommal nagyobb mennyiségű állományt telepítettünk be, ami tulajdonképpen mondhatom azt, hogy egészséges halállományt kaptunk a halastóból, ahonnan szoktunk vásárolni. Ezek a halak, ezek jól érezték magukat, mindenféle fertőzés nélkül tudtuk megoldani, mert tudott az, hogy egy telepítés alkalmával, egyik tóból a másikba való telepítés alkalmával bizony sok baktériumok vagy fertőzést okozhatnak, vagy a volt halállomány, vagy pedig a bent lévő halállományt le lehet fertőzni, de ilyenről nem volt szó, és örülünk neki, hogy az az állomány, amelyiket betelepítettünk két alkalommal ebbe az évbe, az jól érezte magát, és elég szép létszámmal fogtak a horgászaink, ami azt jelenti, hogy megelégedéssel töltötte el őket. A tókörnyék szépítés és fejlesztés szintén régi feladat. Újítások az idén is történtek. A horgásztavunknak a környezetének a tisztasága, esztétikai minőségének a javítása az mindenképpen egy hosszú folyamat, de most ebben az évben már megvalósítottuk azt, hogy minél több szemetes kukákat, ilyen mobil szemetes tárolókat helyezzünk ki, ami elég nagy sláger volt, mert tulajdonképpen nem is látunk a horgászhelyeken egyetlen egy szemét eldobását sem. Úgyhogy a sűrű szemetes mobilos kukáknak az elhelyezése, ez mindenképpen a környezet tisztaságát vonja maga után. A horgásztó környékén lévő bekötő utak, azaz a közlekedési utaknak a minőségének a javítását mindenképpen a szorgalmaztuk ebbe az évbe is, és Kuruc István aszfaltos vállalkozóval, közös munkálatokkal megpróbáljuk folyamatosan olyan burkolatot helyezni a tó környékére, amivel biztonságosan tudnak akár kerékpárral, akár motorkerékpárral, akár gépkocsival. Most az első lépcsőbe 360 méter kemény burkolatú és mart aszfaltot tudtunk elhelyezni. Ezt a társadalom munka keretében tudtuk megvalósítani. Ebben az évben még egy másik társadalmi munkát szeretnénk szintén szervezni, és a többi hiányzó 300 vagy 400 méternek a kemény burkolat elhelyezése és az aszfaltnak a leszórása és ennek a tömörítése, ez még erre az évre mindenképpen szeretnénk, hogy megvalósuljon. A legközelebbi 2-3 hetes időszak talán nem hoz nagy meleget, készülni rá, mondja a tógazda, továbbra is kötelező. Reméljük, hogy nem lesznek már ilyen nagy kánikula melegek, de az augusztusi hónap az, mint tudott, az mindig megint nagy feladatokat fognak elénk hárítani, mert igencsak meg lesznek még ugyanezek a 38-39 fokos melegek. Tehát már ennek a tapasztalat alapján a vízágyúzás, az oxigén bevitel és a motorcsónakozás és a friss víz utánpótlással mindenképpen meg kell akadályozni, hogy ilyen későn ne táncoljunk még egyszer, mint ami most történt az elmúlt 2-3 hétben. Ezért én mindenképpen szorgalmazni fogom egy nagyobb teljesítményű szivattyúnak a beállítását, amivel még nagyobb mennyiségű vizet tudunk megforgatni és tisztítani a tóba. Mellette egyértelmű mellékel tartalék szivattyú motort kell még biztosítani, mert ha bármikor ez esetleg felmondja a szolgálatot, akkor nem lehet 2-3 hetet várni a tekercserésre, azonnal cserélni kell. A másik dolog pedig szeretném az, hogy a levegőztetés az folyamatos lenne egész évben, és erre is egy anyagi befektetést kellene biztosítani, hogy egy 3-4 hektáros területen az oxigén utánpótlást tudja biztosítani. Erre vannak már olyan konstrukciók, ami nagyon mobilis, bármikor, bárhova elhelyezhető, elvihető, és elég nagy mennyiségű oxigént tud biztosítani. A vízágyúzást azt mindenképpen azt kisebb teljesítményen is meg lehet oldani, tehát felülről, mint ahogy az eső esik, ha csapadék van, akkor az oldott oxigént, tehát az oxigén be tudjuk vinni a vízbe. Ezek
ezeknek a feladatoknak mindenképpen a vezetőség elé kell tárni ezeket a dolgokat, és meg kell beszélni, mert előbb-utóbb mindenképpen arra kell rájönnünk, hogy a globális felmelegedés miatt olyan magas hőmérsékletek lesznek a vízminősége, ha olyanná válik, akkor a halállomány veszélyben lesz, és nem szeretnénk, hogyha itt nagy mértékű halpusztulás lenne, ezért dolgozunk és ezért küzdünk. A tó tehát az odafigyelésnek köszönhetően elkerülte a nagyobb katasztrófát, az alapprobléma, a folyóvizes utánpótlás viszont továbbra is megoldásra vár.